Csatlakozom a rákellenes mozgalomhoz. Hát kérem, meggondoltam magam. Mindent megfontoltam, mérlegeltem eshetőségeimet, számot vetettem lelkiismeretemmel, megpróbáltam összeegyeztetni érdekeimet a külső követelményekkel. És határoztam. Csatlakozom. Csatlakozom a rákellenes mozgalomhoz. Kérem, ha már a kormány is csatlakozott, mégis lehet ebben a dologban valami. Én nem vagyok éppen egy szolgalélek, vagy hogy mondjuk nagyon imponálna nekem a kormány, csak azért, mert kormány. Nem kérem. Nekem a kormány nem a magas állása miatt imponál, hanem igenis éppen hogy a jó szívéért, hogy azért nem nézi le a szegényebb embert se azért. Tessék, most például csatlakozott a rákellenes mozgalomhoz. Mert kérem, ugye mi lett volna neki nem csatlakozni? Semmi. Egyszerűen nem csatlakozik. Azt mondja, kérem, semmi közöm hozzá, intézzék el az urak maguk közt. A rák meg a mozgalom. Most aztán itt állana a mozgalom, a sok orvos meg tudós világszerte, akik vagy 50 éve dolgoznak és spekulálnak a rák ellen. Roppant kellemetlen lett volna az egész dolog, valljuk be. Kompromittálva lett volna az egész mozgalom. Kérem, annak a ráknak is van annyi esze. Ha a kormány nem csatlakozott volna a mozgalomhoz, a rák jót röhög az orvosokon, rádiumkezelésen, sebészeten. Na híresek, mondta volna a rák. Ugye, a kormány se csatlakozott, hiába csináltátok az egészet. Mégis nekem volt igazam. Nem is úri emberekhez való dolog engem üldözni. De így kétszer is meggondolja a dolgot az a rák. Mondja magában a rák. Úgy látszik, jó lesz összép húzódni. A kormány nem jó szemmel nézi üzelmeimet. Ennyi. Abba kéne hagyni az egészet, más üzlet után nézni. Hát ezért csatlakozom magam is a rákellenes mozgalomhoz. Ja, igaz, elfelejtettem mondani. Azon kívül a földrengés ellenes mozgalomhoz is csatlakozom természetesen, ha a kormány is csatlakozik. És a napkihűlése elleni mozgalomhoz. Miért ne? Szívem az nekem is van. Nem csak a kormánynak.